Együtt Tolna vármegye, ezt a nevet viselte az a kezdeményezés, ahol számos szenior tánccsoport töltötte mozgással a napot. A csoportok viszont nem csak Tolnából érkeztek a tamási helyszínre, képviseltette magát Baranya és Fejér megye is a hagyomány teremtő céllal életre hívott eseményen. 21 településről, 9 oktatóval, 230 körül van a létszámunk. Ez abból az apropóból született meg bennem, hogy ezt a rendezvényt megcsinálom, hogy már volt alkalmunk arra, hogy egy nagyobb létszámú rendezvényen részt veszünk, és ez a korosztály nagyon szereti ezt az együttlétet, nagyon jól érzik magukat, együtt kikapcsolódnak, és én úgy látom, hogy nem lehet őket elhanyagolni, elhagyni, hanem hozni őket olyan helyre, ahol igaziból jól érzik magukat, a tánc, a zene, és ez pontosan a mi korosztályunkhoz van ez az örömtánc, és nagyon-nagyon jól érzik magukat. És én ezért csináltam meg ezt az örömtánc találkozót, meg az, hogy Tamásiba is adott volt a hely ahhoz, hogy egy nagyobb létszámmal meg tudjuk csinálni ezt. Van Baranya megyéből is, és van Fejér megyéből is. Ez úgy alakult így ki, hogy ugye az oktatótársaknak nem csak éppen Tolna megyébe egy helyen van csoportjuk, hanem vannak megyén kívül is csoportjuk, de mivel egyformán kezeljük a csoportjainkat, így vegyültek ide. A TMSC Vályi Péter szakképző iskola sportcsarnoka megtelte szenior táncosokkal. A tamási oktató igyekszik olyan rendezvényeket szervezni, ahol minél többen mozognak együtt. Olyan táncokat szedtünk most is össze az oktatótársakkal, hogy ami úgy könnyebben elsajátítható, hogy legyen meg nekik az öröm benne, a sikerélményük legyen benne, de viszont csináltunk olyan táncokat is, hogy kisebb létszámmal nem tudjuk megcsinálni, ilyen a 3-as és a 6-os felállás, és tettünk most be olyan táncokat is, de azokból is ugye a könnyebbeket próbáltuk választani. De nagyon tetszik nekik. Délelőtt 10 órakor kezdtük el a foglalkozásunkat, a rendezvényt. Volt egy 20 perces köszöntő, és 11:30-kor álltunk meg egy óra hosszás ebédre. Most 12:30-kor ismételten elindultunk, és 2 órakor vége lesz a rendezvénynek. Nem látom a csoporton, hogy elfáradnának, mert ugye addig még az oktató tanít és elmagyarázza, addig ők végül is figyelnek, de állnak és nem mozognak, és nem egyfolytában van az, hogy megállás nélkül csináljuk a táncokat, meg mozgunk, nem fáradnak el a csoportok, mert nagyon szeretik csinálni. A nap folyamán a 9 oktató igyekezett jól megmozgatni a vállalkozó szellemű, szépkorú generációt. A szenior örömtánc egyedülálló módon hozzájárul a demencia megelőzéséhez, és semmilyen más tevékenységről nem mondható el, hogy 76%-ban késlelteti az Alzheimer-kort. Ez a mozgás öröm és agytorna egyben. A mai rendezvényünk az egy sikerélmény. Az teljes egészében a csoportoknak is, mert amíg volt az ebédszünet, akkor nagyon kihangsúlyozták, hogy nagyon jól érzik magukat, és nagyon jók a táncok, és örülnek, hogy eljöttek. És a magam részéről is elmondhatom azt, hogy a mai nap az nekem egy sikerélmény, mert én nem is gondoltam arra, hogy ekkora igény lesz erre a rendezvényre, mert folyamatosan javítottunk ki létszámot le. Mondtak az oktatótársak, mondok egy számot, 20-at, de azt növelték, úgyhogy körülbelül ott vagyunk a 230 létszámnál. Az elégedett mosolyok, az önfelett táncolás valóban arról árulkodott, hogy jól érzik magukat a megjelentek a tamási rendezvényen. A csoportok nagyobb részét a hölgyek teszik ki, a Dél-Dunántúl talán egyedüli férfi oktatója csak biztatni tudja az urakat a csoportokhoz való csatlakozásra. A férfiak egyrészt nehezebben mozgathatóak, és borzasztó szégyenlősek. Nehezen viselik el azt, hogy a hölgyek előtt eltévesztik a lépést, és emiatt mosolyogni lehet. De ez mindenkivel így van, tehát a tanulás folyamata mindig együtt jár azzal, hogy tévesztünk, és emiatt
a probléma megoldásáig mosolygunk, utána meg örülünk. Én sokféle táncot ajánlottam föl, a táncok közül kettőt választott ki az Aranka. Az egyik tánc a vonat, a Tolató pályaudvar, a másik pedig a Szentek sétája. Mind a kettő egy körtánc, illetve tértánc, ami nagyon mutat. Bár ezeket a táncot nem színpadra tervezték, hanem ilyen közösségi programra, ettől függetlenül mindegyik nagyon mutatós, hogyha közösségbe föllépünk, akkor is. A tánc során gyakran előfordul, hogy tévesztünk, de ez belefér a szenior tánc programba és a felfogásba. 18-an jöttünk Dombováról, ekkora volt a kisbusz, a másik csoport az Mágocsról jött, onnan 10-en jöttek. Ennyi volt a létszámunk, akik el tudtunk jönni Tamásiba. A nap során a könnyebben elsajátítható koreográfiák és azok kerültek előtérbe, amelyekhez elengedhetetlen a nagyobb létszám. A szekszári csoport 28 fővel érkezett a tamási rendezvényre. Nagyon nagy élmény ez a tánc, mert több helyről jöttünk, azért vagyunk ilyen sokan, és mindenki a saját városába begyakorolta ezeket a táncokat, de ilyen nagy közösségben még nem, és nagyon sok élmény, öröm, nagyon jó. Végül is az alaptánclépéseket, azokat ismerjük, csak más-más forgatókönyv szerint kell táncolni. A közel 4 órán át tartó rendezvény igazi felüdülésként szolgált a táncosoknak elmondásuk alapján.